genetikai vonal fut tovább az egyik arra, tehát a másikra, tehát a nagyon, a kicsire, a csemetére, hanem a lezedett almák is vannak egymásra, a másikat is mutassuk. Mint a kettő. Kicsit tornázzát. Az én szomszédaimhoz való viszony, az én ellenségeimhez való viszony, a törvényekhez való viszony, hogy betartom, vagy éppen nem tartom be őket, a fejebb valóságokhoz való viszony, mind-mind arról szól, hogy az Isten felszívítsa rajtam a körülöttem élő embereknek, hogy ő szeret. De azon keresztül is, ahogy a Bibliához viszonyulok, azon keresztül is, ahogy az ő törvényéhez viszonyulok, azon keresztül is, ahogy megélem a vele való személyes kapcsolatban, az én hétköznapjaimban, mindennapjaimban. Meg kell tanulnom a tiszteletet kifejezni. Meg kell tanulnom gondolkodni azon, hogy Uram, mivel tudnám bátorítani a férjemet, hogyan tudnám a tiszteletet kifejezni. Nagyon fontos, hogy ezt nem csak is legyen otthon. Az alma ne essen messze a fáját. Mert az a példa, az az életgyakorlat, amit mi elég élünk következő generációnak, az méltónak találhassuk az ő szemünkben arra, hogy ő kövessék ezt az utat. Amikor az Isten elénk teszi az igazságát, akkor ezzel tulajdonképpen tükröt állít elő. Ez az egyik alapvető oka annak, hogy mi Bibliát olvassunk. Mert szeretnénk belekezni az igazság tökéletes tükrébe. Aztán meglássuk magunkat. És elhiszem azt, hogy az utána jövő generáció gyönyörködnek az előttük egyébben, és egyiknek sincs a szívében semmi a másikkal szemben. Mert ami a szívében van, az a másik. Egyszer volt egy almafa, rámászna a nagymama, terve kert.
fölsütné a rétest, naív mami felmászott hát a fára, öregasszony módjára, ez lett veszted. Jön az első stáció, húz a gravitáció, huppa, puffa. Nem hull messze a fától, mégis igen sipákol, jajdul, sajdul. Nem süt semmit ebédre, nekünk nem gond, elvégre van más almás. Jó hírt hozunk, nagymama, ingyen van az almama, lesz még lepény. Besegíthetünk neked, ha a végén megeszed kétes rétest. Végül, kedves testvérek, élvezettel egyétek mindet innen.